Így nézhetett ki fénykorában a szolnoki dzsámi. A csak nem 16 méteres oldalhosszúságú, négyzetalapú imahelyből már a jóformán semmi nem maradt. Egyedül a korábbi feltárás nyomán hátra maradt mélyedés árulkodik az egykori fal vonaláról. A környezetében még meg is süllyedt a föld, ahogy visszatemettük, és a dzsámi északi fala pedig a plébánia kert felé folytatódott tovább. A szolnoki dzsámit állami pénzből az 1550-es években emelték a korai hódoltság egyik legjelentősebb oszmán építészeinek számító Lajha Pasazade család tagjai. Nagyon fontos az, hogy az uralkodói dzsámit felépítsék, mert ebben a dzsámiban mondható el a pinteki ima keretében a szultán nevét magába foglaló szertartás. Az imahely 270 évig állt. Tudjuk azt, hogy ezt az épületet egyébként a visszafoglás után sem rombolták le a keresztények. A ferences szerzetesek keresztény templommá alakították, melynek falai a Tisza közelsége miatt a 19. század közepére repedtek meg annyira, hogy le kellett bontani. A falazó anyagot a szomszédos magyarok nagyasszonya templomba építették be. Az egykori dzsámi helyét ma már csupán ez a nemrég kihelyezett megállító tábla jelöli.